opera és operettgála egyben. Ez a két műfaj, mintha egy picit ütni egymást. Rosszul látom? Én ilyet nem mondok, hogy rosszul látja. Ez mindegyik zenész színpadi műfaj, és ennek az az apropója, hogy egy nagyon kedves kollégám, aki itt lakik, Török Bálinton, egy baszbariton énekes, hívta fel a figyelmet, hogy július 2-a Melis György születésnapja, és ő volt a magyar zeneművészetnek az a figurája, aki akár operaszínpadon, akár operettszínpadon, akár a koncertpódiumon, mint oratórium vagy dalénekes, egyforma rangon és igen magas színvonalon művelte az éneklést. A program összeállításánál mi elsősorban a budaörsi közönségre figyeltünk, amely egy nagyon érdekes összetételű közönség. Egyrészt vannak, azt nem mondom, hogy vágyfülűek, akik rendszeresen operába járnak, de akik a gyerekeiket zenére tanítatják, tehát akik közel vannak a komoly zenéhez is, és akik nagyon, de nagyon-nagyon szeretik a népszerű muzsikát, legyen ez a farsangi koncerten Strauss család zenéje, vagy operettzene. Török Géza, az együttes Lisztdíjas és Hauser József emlékdíjas karmestere nagyon-nagyon figyel arra, hogy egyrészt kielégítse azt az igényt, hogy hát lazuljunk, népszerű darabokat adjunk elő, ezért az operából is egy Figaro belépője, egy kis Don Giovanni, kis Verdi, Puccini, ez az mindig szerepel az ilyen jellegű gálakoncert műsorán. Az operettből pedig tényleg a legjobbakat válogatja, Lehár, Kálmán és Huszka darabjaiból. Mi lesz a következő koncertjük itt Budaörsön? A következő koncert szintén egy hagyományos koncert október 22-én, ami az október 23-a előestéje és Liszt Ferenc születésnapja, ezért szoktuk ezt egybekötni. Ez a Városházán szokott lenni, és mindig egy nagyon komoly szimfóniát üzünk műsorra, vagy egy Beethovent, vagy egy Dvorzsák új világot, vagy egy Csajkovszkit. Most is egy romantikus tervezünk, majd meglátjuk, hogy mi lesz. 32 éves vagyok, és imádok énekelni. Itt Budaörsön most éneklek először. Nekem nagy megtiszteltetés, hogy a karmester úr rám gondolt, és ezeket én nagyon szeretem, mert úgymond az operaházból, a ház falaiból egy kicsit a dolgokat kivihetjük az emberekhez, kicsit közelebb vihetjük, és nagy reménységekkel nézek az este elé. Nagyon szép műsorunk van, én is sok szép dolgot éneklek, Szevijai Borbét éneklek, René Áriát az Álaszosbából, aztán lesz Don Giovanni Serena duett, és operett is elhangzik a számol, bár nem vagyok egy operett énekes, de az is gyönyörű szép feladat, és az is nagyon-nagyon nehéz jól megoldani. Bob Herceget fogok énekelni, és van egy olasz sláger, amit most tanultam meg direkt ennek a rendezvénynek a kedvére. Úgyhogy remélem, hogy minden nagyon szép lesz és sikeres lesz. Énektudás tekintetében mi a különbség az opera énekes és az operett énekes között? Nagyon közel állnak egymáshoz. Én azt gondolom, hogy az opera énekes ugye az a legmagasabb úgy szint, ahol egy énekes ma énekelhet. Egy jó opera énekesnek az operettet is el kell tudni énekelni, mert fordítva ez nem biztos. Fordítva ez nem biztos, hogy sikerülhet, ez emberre válogatja. Említette, hogy hirtelennyiben meg kell tanulnia olaszul. Ez mekkora nehézséget okoz? Érti egyáltalán annyira az olasz nyelvet egy opera énekes, hogy tudja is, hogy mit tanul, vagy csak bemagolja a szöveget, és az egy más kérdés, hogy nagyon szépen elénekli, de mennyire kell belehelyezkedni a szövegkönyvbe ilyen esetben? Első, amivel kezdünk egy szereptanulást, az, hogy lefordítjuk szóról szóra, legyen az szerep, legyen az csak egy ária, vagy legyen az csak egy dal. Miután ez megvan, akkor kezdjük el kóstolgatni, akkor kezdjük el úgymond hangilag kóstolgatni, és amikor már megvan az értés, megvan a hangi megvalósításnak a lehetősége, akkor abból a kettőből lesz majd egy kiforrott produkció. És én nem tudom ki, hogy csinálja, de én nekem ez a minimum, hogy úgy állok ki, hogy szóról szóra tudom, hogy mi fog következni, hiszen akkor hogy lennék őszinte, hiszen akkor hogy lehetne az, hogy egy drámai művet szerelmesen adni kell elő, és éppen fordítva. Utoljára budaörsi zenei eseményen akkor beszélgettünk, amikor a Budaörs Fesztivál nyitónapján, 0. napján híres jazzisták muzsikáltak. Akkor azt mondta a polgármester úr, hogy a jazz nagyon szereti. Igaz ez az operára és az operettre is, vagy pedig protokolláris küldetésnek tesz eleget ma este? A kérdés jogos, de meglepőt fogok mondani. Ami ma este itt történni fog, azt nagyon szeretem. Sőt, amikor nagyon fáradt vagyok, akkor pont ilyen zenét szoktam hallani, hiszen most nem egy egész opera lesz, ami
van, akinek megterhelő, nem minden részlete annyira, hát hogy mondjam, fülbemászó, mint a legnépszerűbb opera áriák. És itt ma este ebből fogunk egy sokrot kapni, és hát Puccinit meg kifejezetten szeretem, úgyhogy én nagyon várom a mai estét, és valóban tényleg, amikor nagyon-nagyon-nagyon elhasználtnak érzem magam, és mondjuk nyugodt magányra vágyom, akkor sokszor teszek föl én is ilyen, van egy gyűjteményem népszerű opera áriákból, és hát aztán lesz egy kicsit könnyedebb műfaj, Kálmán Imrétől is lesznek népszerű operett részletek. Az, hogy a város anyagilag jó helyzetben van, az magával hozta azt, hogy különböző területeken legyen az egészségügy, oktatás, vagy éppen a kultúra és a sport területén is egyszer csak előjönnek olyan emberek, akik nagyon szeretnek valamit, és annak a területnek a megszállottja, itt a szó legpozitívabb értelmében értem a megszállottságot, és létrehoznak valamit. És ugye itt a zeneiskola is egyre, hát hogy is mondjam, tradicionálisabb háttérrel működik, zenekara van, fúvószenekara van, saját kórusa van, és különböző zenei egyesületek is jöttek létre. Az, hogy megalakult a Vivaldi Budaörsi Szimfonietta, az is ennek szerintem az egyik következménye, és hát Török Géza személyében egy nagyszerű karmesterre lelt az egyesület és maga a zenekar, úgyhogy én azt gondolom, hogy az ő érdemük az, hogy az létrejött, szerencse, hogy a város ezt tudja finanszírozni. Valóban egy törzsközönséget építettünk az elmúlt években. A Vivárt Budaörsi Szimfonietta megjelenése előtt nem volt szimfonikus zenei élet Budaörsön. Ha nem tűnik szerénytelenségnek, akkor nekünk ezt sikerült megteremteni, és most már valóban van egy olyan közönség réteg, amelyik figyel arra, hogy mi mikor játszunk, és rendszeresen eljönnek. Remélem, hogy ma este is szép számmal lesznek itt majd. Mi lesz a mai repertoár? Két részes estünk lesz. Az első részben népszerű opera áriákat és duetteket fogunk elővezetni, a második részben pedig operetteket, operett részleteket, olasz dalokat, nápolyi dalokat, valamint egy nagyon népszerű, szintén olasz dal, de nem a nápolyi dalokhoz tartó, a Time to Say Goodbye című dalt, ami a Bocelli nevű tenoristának az állandó sikerszáma a nemzetközi koncertéletben. A sok hasonlóság mellett azért van különbség, lényegi különbség az opera és az operett között. Nekem ez egy picit olyan, mint hogyha egy hangversenyen jazz és rock and roll egyszerre szólna. Mi a közös pont? Túl azon, hogy a zenészek zenélnek, az énekesek énekelnek. Hát egyrészt egyszerre, reméljük nem fog szólni, csak egymás után. Én azt gondolom, hogy csak jó zene van. Tehát az operett zene Magyarországon egy kicsit még mindig mostoha testvér, pedig ugyanolyan értékes, mint a úgynevezett komoly zene vagy opera zene. Fantasztikus szerzőink vannak, ugye Lehár és Kálmán Imre neve mindenki számára közismert, Lehár Ferencet például maga Puccin is irigyelte, ez történelmi tény a muzsikájáért, tehát nem kell ezt nekünk, nem hogy szégyelnünk, hanem nagyon büszkének kell lennünk rá, és mi ezzel a attitűddel fogjuk ma este is ezeket a számokat elővezetni. Szupé könnyű lovasság nyitányával kezdjük a mai műsort, amely a szerző 200-nál több színpadi művei közül ugye a Költő és Paraszt, és a könnyű lovasság az, amelyiknek a nyitánya önálló zeneműként is szerepel. Senkit ne zavarjon az, hogy van benne egy nagyon méltóságteljes katonai takarodó, ez akkor is a mi nyitányunk lesz. Thank you.
Következik Figaro belépője Rossini a Sevillai Borbély című operából. Ezt az operát mindenki ismeri, az opera barátok, a zene barátok, meg a nem opera barátok is. Azt talán kevesen tudják, hogy a történetnek Beaumarchais szövegkönyve, a Figaro lakodalma első részét Mozart dolgozta föl a Figaro házasságában, tehát a házastársnak, illetve a Mozart, igen, dolgozta föl a Figaro házasságában, és volt egy olyan mondat is, mert ez a Figaro házasság, ez egy ilyen klasszikus, az urat megtáncoltatja és megleckészteti a szolgája, hogy volt egy olyan mondás is, hogy a francia forradalom nem robbant volna ki Beaumarchais Figarója nélkül. Következik tehát a Figaro belépője, amelynek a zenei érdekessége egy alapvető vígoperai dolog, hogy majd figyeljék meg, hogy amikor Figaro így hergeli bele magát a mondani valóba, akkor elkezd iszonyatos módon hadarni, és akkor már egyáltalában nem érdekes a szöveg, erősödik alatta a zenekar, és ez egy tipikus opera buffai fogás, hogy az indulatokat egy ilyen hadaró áriába csúcsosítja ki a zeneszerző, és az egésznek rendkívüli mély zenei hatása van, és nagyon mulatságos. Fogadják szeretettel Szegedi Csabát! Hutum della città largo. Presso bottega che l'hai già presso. Ah, che bel vivere, che bel piacere. Per un barbiere. Di qualità. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo. Fortunatissimo per verità, bravo! Fortunatissimo per verità! Rasori e pettine, la città forbici, anni con mando, tutto qui sta. La città forbici, rasori e pettine, anni con mando, tutto qui sta. Bella risorsa. Poi nel mestiere. Con la donnetta. Col cavaliere. Con la donnetta. Col cavaliere. Che bel vivere, che bel piacere. Rubarbiere. Di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Don ragazzi, da chi fucciulo è? Guarda parrucca! Resta la barba, guarda sanguigna, resta via. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono. Guarda la parrucca, presto la barba, presto la via. Ehi! Figaro! Ahimè, che furia, ahimè, che folla, una alla volta, per carità, una alla volta, per carità. Figaro!
Sono qua, ehi! Figaro! Sono qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Brutto mortissimo, sono qui bel furone, sono il fototum dalla città, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città. Abramo Figaro, bravo bravissimo, Abramo Figaro, bravo bravissimo, a terra vetona, a terra vetona, a terra vetona, mamma che era, la 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 la, a terra vetona, a terra vetona, a terra vetona, mamma che era, sono il factotum della città, sono il factotum della città, della città, della città, della città. Ezzel kezdődött a mi kis szerelmi kalantúránk, mert ugye Figarót azért hívják a város szerte mindenhol, vagy Figaro itt, Figaro ott, Figaro fönt, Figaro lent, mert az összes egymástól eltiltott, meg egymás kereső szerelmes pár az ő segítségét kéri, magyarán ott van a pletykafészek központja. És akkor, hogyha tovább lépünk, megint egy szerelmi történet jön, csak ez egy kicsikét szomorúbb. Puccini Turándot című operájából fogják hallani a Liu halála című áriát, ez is ilyen operai sajátosság, hogy ennek meg annak a halála ott még énekelnek egy kicsit, de hát ez a komoly operákban így van. Ez az egész Turándot történet egy perzsa történet, tehát most nem Olaszországban vagyunk, meg nem Spanyolországban, hanem Perzsiában, és az egésznek az a lényege, hogy az ifjú herceg megpillantotta a Turándotot, a hercegnőt, és azonnal belé szeretett, és éppen ez a Turándot hercegnő egy pályázatot írt ki, hogy aki a kérdéseire válaszol, hozzám egy feleségül, csak a herceg sajnos pontosan a tiltólistán volt, tehát az ellenséges birodalomnak a foglyul ejtett hercege volt, és nem volt szabad kiderülnie, hogy ki ő, és Liu-nak azért kell, a szolgálónak azért kell meghalnia, mert a halála árán sem mondta meg, hogy ki, hogy Calaf herceg a belépő, aki a kérdésekre válaszolni akar. Következik tehát Liu halála az opera harmadik felvonásából, Franco Tünde énekel. Thank you.
Következik a Belcanto nagymestere Donizetti szerelmi bájitalából Nemorino románca. A szerelmi bájital az tulajdonképpen egy nagyon jópofa placebóról szól, hogy a félénk szerelmestnek a dulcamára, a nagy varázsló egy olyan bájitalt ad, hogyha azt megissza, akkor egész biztos, hogy megjön a bátorsága, és egy teljesen semleges, tehát egy pszichés eljárás következett, és ebben a románcban Nemorino még kesereg, hogy nem tudja a tervét megvalósítani, de később aztán természetesen minden jóra fordul. A Nemorino románcát Nyári Zoltán énekli. Furtiva lacrima negli occhi suoi spunto quelle festose giovani invidiar sembrò che più cercando io vo, che più cercando io vo, mamma, sì mamma, lo vedo, solo istante i palpiti nel suo bel cuore sentir i miei sospiri col fondere per poco cosuoi sospiri i palpiti sentir col fondere i miei cosuoi sospiri cielo si può morir di più non chiedo non chiedo non chiedo, si può morire, si può morire.